Köszöntöm a Körzeti Televízió minden kedves nézőjét. Glázer Éva vagyok, a mai adás műsorvezetője. A következő percekben felelevenítjük az elmúlt hét eseményeit. Híreink következnek. Budapesten a parlamentben tartotta múlt kedden ülését a Nemzeti Összetartozás Bizottságának Autonómia Albizottsága, az önrendelkezés kérdése és jövőképe a felvidéken címmel. Az ülésen bevezetőt Berényi József, a Magyar Közösség pártjának elnöke mondott. Hogy mondjam el azt, amit már a Máérton vagy a KMKF-en szintén hangsúlyoztam, hogy egyetértek mindenkivel, aki azt mondja, hogy ma Európában nincs hatékony kisebbségvédelmi modell. Egyszerűen azok, amiket a 90-es években kitaláltak, az ma nem működik. Történetesen egy konkrét példát említsek, az EBSZ kisebbségi főbiztosa Budapestről Pozsonyba érkezett, és nagyon hatékonyan egyébként budapesti muníciókkal elváltva jól lépett fel a Sey János Egyetem leminősítésével szemben. Tehát ezt meg lehetett neki köszönni, hogy ebben aktívan részt vállalt, de az első kérdése megint arra vonatkozott, hogy mi akkor tényleg nem akarunk határrevíziót. Tehát az első kérdése erre vonatkozik folyamatosan. Hogy ugye akkor mi, de őszintén mondjuk már meg, hogy mi álláspontunk határrevízióval. Egyébként támogatják. Bárhányszor mondjuk ezt el. Ezután Durai Miklós, a Szövetség a közös célokért elnöke szólalt fel. Egészen röviden azt szeretném csak röviden összefoglalni, hogy nagyon fontos, hogy az európai gondolkodásban mi hogyan van beágyazódva, és az is fontos, hogy az elképzeléseinknek a megvalósításához partnereket tudjunk szerezni, mert anélkül elég nehéz bármit is megvalósítani ebben az európai közösségben. Azonban azt is kell tudatosítani, hogy nem igazán fejlődött az európai gondolkodás, mert hiába van egy Grossz-féle jelentés, meg hiába van az önkormányzatisággal kapcsolatos kiemelt foglalkozás, de ne felejtsük el, hogy több mint 100 évvel ezelőtt fogalmazták meg az ausztromarxisták a personális autonómiával kapcsolatos elképzeléseiket, és mai napig ez nem igazán ágyazódott be úgy az európai közgondolkodásba, hogy ez természetes legyen az, hogy autonóm intézményeket létre lehet hozni, és az beilleszthető egy államnak a jogrendjébe. Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke arról szólt, hogy a közösségük mit tehet, illetve mit kíván tenni az autonómia kérdésében. És a Csemadok tagokat, a Csemadok tagságot, és így azt hiszem minden dél-szlovákiai magyart eléggé aggaszt az a tény például, hogy a megyei önkormányzati választásnál kb. 20%-os a részvétel. Helyi önkormányzati választásnál nézzük az eredményeket, tehát tulajdonképpen az, hogy közösségi szempontból létfontosságú, akár az egész közösségnek, de a mikroközösségnek is, és az egyes községekben is,
hogy hányan vesznek részt például a választásokon. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a tendencia megváltozna, mert 89 után Dél-Szlovákiában sokkal többen vettek részt, mint Észak-Szlovákiában a különböző megméretetéseken, különböző választásokon. És érdekes módon az utóbbi időben ez megfordult. Észak-Szlovákiában sokkal többen vesznek részt, tehát arányai tekintve, mint Dél-Szlovákiában, és hogy ez nem egy elenyésző dolog, és nem egy marginális probléma, ha ez például nem lett volna, de hát ilyen nincs, ha ez nem lett volna, akkor tulajdonképpen a magyar közösség pártja is parlamenti pártá válhatott volna, mert nem sok szavazat szükségeltetett ahhoz, hogy átlépje a parlamenti küszöböt. Ezután Bárdos Gyula az önkormányzati törvényről beszélt, pontosabban a polgármester választás lehetőségeiről. Szlovákiában érvényben van az önkormányzati választásokról szóló önkormányzati törvény. Tehát az a törvény igaz, hogy kicsit módosul, de a lényegét tekintve az egyik legjobb törvény még ma is, és lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak, tehát az adott településeknek, faluknak, városoknak, hogy polgármestert és önkormányzatot válasszon. És ebben nem szólhat bele a felső vezetés, és ennek ellenére ott, ahol a tömmagyarság él, sajnos sok helyütt nem tudunk élni azzal a lehetőséggel, hogy magyar polgármester, magyar többségű önkormányzat legyen. A több mint 2,4 milliárd forintos beruházással Komárom Esztergom megyében is megkezdődtek az új Széchenyi terv keretében 2013-ra tervezett útfelújítások. Április 17-én Bajnán a Tát-Tarján-Tatabánya összekötő út felújításának nyitó eseményén dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár mondott beszédet. Magyar Közút végre el tudja indítani az idei évi alsórendű utaknak, 4-5 számjegyű utaknak a felújítási programját. A téli üzemmódról végre áttérhettünk a tavaszi időbe köszöntével arra, hogy érdemi munkát, ne csak sikosságmentesítést, hómentesítést végezzen a cég. Ez azt jelenti a mi megyénkben, hogy 41 kilométernyi alsórendű útszakasz fog megújulni, 2,4 milliárd forint az idei ráfordításnak az összege megyei szinten. Ez az útszakasz, ahol most indulnak a felújítási munkálatok, ez több mint 18 kilométernyi szakasz, a megye két legnagyobb városának, Tatabányának és Esztergomnak az összeköttetését fogja javítani. Ezután Cunyiné dr. Bertalan Judit kormány megbízott a megyei útfelújításokról beszélt. És valóban nagyon nagy dolog az, hogy ilyen hosszú szakasz a megyében ilyen alapos felújításra kerül, hiszen tudjuk azt, hogy a közutaknak az állapota az nem csak a kedélyeink számára fontos, hanem biztonsági közlekedés, biztonsági kérdés is. Ennek az útszakasznak a felújítása is nyilván azért vált már elodázhatatlanná és szükségessé, mert valóban annak a két településnek a legrövidebb és egyébként leggyorsabb összeköttetését jelenti, amelyről államtitkár úr beszélt. Molnár Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója a közúti operatív programról beszélt. Az útfelújítási projekt az új Széchenyi terv forrásaiból a Közép-Dunántúli operatív program keretében kerül megvalósításra. A Közép-Dunántúli operatív program keretében 2007 és 2013 között mintegy 170 milliárd forint uniós forrás áll a pályázat rendelkezésére a régiónkban. Az operatív programon belül a közlekedés és környezetfejlesztés prioritása 52,7 milliárd forint használható fel, mert az operatív program keretösszegének mintegy 31%-át jelenti. A közlekedés és környezetfejlesztés prioritás 4.2.1 per alintézkedése a térségű jelentőségű közutak fejlesztésére irányul 100%-os támogatást intenzitás mellett. Mázsi Attila, a Magyar Közút Nonprofit ZRT vezérigazgatója a leromlott úthálózat állapotáról tartott beszámolót. Hát egy kicsit nem túl pozitív dolgot szeretnénk kezdeni, ugye, és összehasonlítani azt, hogy miért inkább útat újítanánk föl, és miért nem inkább kátyúznánk. A társaságunk az elmúlt télben, ami egy nagyon rendkívüli tél volt, majdnem dupla annyi forrást használt föl és költött el erre a tél, a síkottságmentesítésre és a téli munkálatokra. Ez nagyon nagy mértékben fölemésztette forrásainkat, és mivel hogy ilyen csapadékos volt a tél, az rendkívüli időjárás ez nagy mértékben lerontotta az úthálózatot is. Ugye mindenki tapasztalta, hogy nagyon sok helyen alakultak ki kátyuk, leromlott az úthálózat, tovább romlott, máshol utak süllyedtek meg.
Országos búzaszentelő ünnepségre került sor múlt szombaton városunkban. A nap szent misével kezdődött Szent György mezőn a templomban. A misét Fehérvári Lajos atya celebrálta. Ezután a búzatáblát az ökuménia szellemében katolikus, református, evangélikus lelkészek szentelték, áldották meg. Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor is, örökkön örökké. Amen. Áldja meg ezeket a vetéseket, és növelje a mindenható Isten, az Atya és Fiú és Szentlélek. Amen. Az idén is hagyományosan megrendezésre kerültek a Szent György napi rendezvények. Erről kérdeztük Polgár Józsefet, az olvasókör vezetőjét. 2013-ban rendhagyó módon 4 napon keresztül tartanak a Szent György napok, de e 4 nap között azért szünetek is lesznek. Az első, a mai nap, április 20-a, szombat, a régi hagyományoknak megfelelően vásártérrel, sárkánnyal, néptáncosokkal, népzenészekkel, népdalénekesekkel, új színfoltként, könyvbemutatóval zajlik ez a rendezvénysorunk. Ezt követi majd a népi ritusként a sárkányunk elégetése, amiben összegyűjtünk mindenfajta olyan rossz tulajdonságot, amelytől szeretnénk megszabadulni. A mai napot táncházzal fogjuk zárni, egy szatmári táncházzal, az Árgyélus zenekarral. 24-én, tehát György napon, este 6 órakor Szent Györgyről tart előadást nálunk dr. Bárdos István, művelődés történész, a Szent György lovagrend magisztrátusának a tagja. Szeretettel várunk, hívunk minden érdeklődőt arra a napra is. 27-én pedig egy Szent György napi túrával ünnepeljük ezt a napot. A túra célja, régi dédelgetett vágyunk, hogy a Szent György mezői olvasókör csoportjainak az a része, amelyik vállalkozik erre, átsétáljon Garamkövesdi Burda-hegység élén, tetején, mennyivel onnan szeretnénk megnézni Esztergomot, gyönyörű szép a látképe. 28-án, vasárnap pedig a kertbarátkörünk tartja hagyományosnak mondható, nagyon régi hagyományokra visszatekintő májusfállító ünnepséget. Tulajdonképpen ez a 4 nap, 20-a, 24-a, 27-e és 28-a adják a Szent György napok vázát és tartalmát is egyúttal. A Szent György napon fellépett többek között a Váralja Néptánc Együttes is. A hagyományőrzőkör népi rítus keretében sárkányt égetett. Az összegyűjtött minden olyan rossz tulajdonságot, amiktől szerettek volna megszabadulni, azokat égették el. Piszkálódás! Hanyagság! Égjen-e a sárkány? Égjen! Nem hallom? Égjen! Éghet a sárkány? Égjen! Ák Pétert, a Fidelitas országos elnökét, országgyűlési képviselőt kérdeztük a rezsicsökkentésről.
rezsicsökkentés kapcsán azt látjuk, hogy az emberek támogatják azt, hogy a külföldi szolgáltatóknak a profitját azt visszaszorítsuk. Az elmúlt időszakban 2002 és 2010 között a Gyurcsány és Bajnai kormány több mint 1000 milliárd forintot hagyott, hogy kivigyenek az országból. Mi azt gondoljuk, hogy jobb helyen van ez a pénz az embereknél, és ezért került bevezetésre a rezsicsökkentés. Azt látjuk, hogy rendkívül nagy sikere van, hiszen több mint 500 000 írták alá az erről szóló éveket, és ezt a gyűjtést tovább is fogjuk folytatni, hiszen úgy látjuk, hogy erre rendkívül nagy szükség van. A tegnapi nap egyértelművé vált, hogy Bajnai Gordon és köre a rezsicsökkentést nem támogatja. Ez azt jelenti, hogy ők nem a magyar emberek oldalán állnak, hanem egyértelműen a szolgáltatók a külföldi érdekek mellé tették le a garast. Így ez azt jelenti, hogy amikor lehetőséget kapnának rá, akkor igenis ezt a rezsicsökkentést ezt eltörölnék, és így azt gondolom, hogy a magyar embereket rendkívül nehéz helyzetbe hoznák. Ebből kifolyólag szükség van a rezsicsökkentésnek a aláírásgyűjtés folytatására, hiszen valóban egy támogatás kell, és azt látjuk, hogy ez a támogatás a magyar emberek részéről megvan. A mai nap a Fidesz sajtótájékoztatót fog arról tartani, hogy éppen mik az aktuális számok. Folyamatos növekedés van, de látjuk, hogy vannak a rezsicsökkentésnek ellenségei, és ezért bízunk abban, hogy a magyar emberek a továbbiakban is támogatni fogják ezt az akciót. Esztergomban a József Attila általános iskolában a névadóra emlékezve iskolanapot tartottak. Ezen a napon színes és változatos programokra került sor, többek között a városi szavalóversenyre és az elsősök avatására. Az egészségnevelés keretében az országos Happy Héthez kapcsolódva a vízfogyasztás fontosságára, élettani szerepére hívták fel a figyelmet vetélkedők, vízesváltók, kerékpár és sportversenyek keretében. A hét folyamán tovább folytatódott a tantárgyi órákon a víz, a folyadékkal kapcsolatos ismeretszerzés, miközben a tanulók a gyakorlatban is megtapasztalták a vízfogyasztás előnyeit. Múlt héten szerdán az esztergomi Laska Josvát Antikváriumban vetítéssel egybekötött előadást tartott Bujna Zoltán, akinek ezen a napon mutatták be a Biciklis Dervis című könyvét. A szerző 2005-ben Dunaszerdahelytől Teheránig Vámbéri Ármin nyomában tett meg több ezer kilométer biciklin. És mielőtt elindultam volna, megkerestem ott a környékünkön egy bicikligyárat, aminek az a neve, hogy Kenzel, és a tulajdonos végül is segítette azzal, hogy egy kerékpárt adott erre az expedícióra, egy kicsit pénzzel is megtámogatta a túrát, és akkor így már megvolt minden ahhoz, hogy én egy szép nyarat töltsek el keleten. Tehát, ahogy említettem, az expedíció június 30-án indult, miután befejeztem a negyedik évfolyamot Nagyszombatban, a szlovákul Trnava, és egész szeptember 17-ig úton voltam. 2013. április 20-án szombaton az esztergomi Balassa Bálint gazdasági szakközépiskola és szakiskola munkaközössége és diákjai közösségi környezetrendezési munkában vettek részt. Ennek keretében a bazilikához vezető lépcsősor, valamint a középiskola és a volt Balassa Bálint általános iskola épülete közötti terület megtisztítására került sor. A munka során cseréket is ültettek a balassások, melyet Meckler József esztergomi lakos ajánlott fel. Adásidőnk végén magam és munkatársaim nevében megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték. Szép hetet kívánva búcsúzom, viszontlátásra!